Ukrajna. Eltűnt a víz a tározóból. Franciaország. Polgármesterek célkeresztben. És Nagy-Britannia. A dizájner, aki Afrikáról mesél. Köszöntöm Önöket! Ez itt az Európai a Deutsche Welle hírmagazinja. A Novak-Kahovkai gátszakadás június elején hatalmas árvizeket okozott Ukrajnában. Veszélybe sodorta a zaporizsiai atomerőművet is, mivel lecsökkentette a reaktorok hűtésére szolgáló vízszintjét. 4 hónappal később a helyzet még mindig drámai. Ezúttal nem az árvíz, hanem a vízhiány miatt. Alig van ivóvíz a településeken, és nem jut elég víz öntözésre sem. Késő nyár van Pokrovszkében, ahol most minden a vízről szól. Anya megkért, hogy hozzunk vizet. Van motor. Gyalog nehéz lenne cipelni. Ez ökológiai katasztrófa. A város vízkészlete kifogyott. Ezekben a hordókban még van víz, de nem biztonságos inni belőlük. A város biztosít valamennyi ivóvizet, de egyszerűen nem elég mindenkinek. Az olyan embereknek, mint Irina Borosnova, a vizet maguknak kell beszerezniük. Irina elvisz minket az otthonába. A nő matematika és fizika tanár, de mint a legtöbb falubeli, az ő családja is a földből él. Mivel víz öntözésre sincs elég, a víz hiánya megélhetést fenyegeti. Ez korai káposzta, ez pedig késői. Látni a leveléről. Ott meg brokkolink van. Korábban Irenaék a Novak-Kahovkai víztározó vizét használták öntözésre, de mióta a gátat lerombolták, ez nem lehetséges. Ezért vettek egy fúróberendezést, hogy kutatássanak, de csak 36 méter mélyre tudtak lemenni. Ezzel a vízzel locsolnak a földeken. És ezt használják otthon is, de nem ivóvíznek. Amikor fogatmosol, a víz olyan, mint a szódabikarbóna, mintha sütőporos oldattal öblítenéd a szádat. Míg a falvakban élők, mint Irina, azt érzik, hogy magukra hagyták őket, addig a közeli Nikopol városának lakói nem a vízhiány, hanem más miatt aggódnak. Innen a víztározó korábbi partjáról látni lehet az oroszok kezén lévő területet. A zaporizsiai atomerőmű mindössze 10 kilométerre van. 2022. április 3-án elfoglalták a várost. Csapataikkal bevonultak, és világossá vált, hogy onnan fognak minket terrorizálni. A város használhatja a vizet, ami a tározóban maradt, de az oroszok igyekeznek ezt megakadályozni. Lőnek, és néha el is találnak valakit. A lövöldözés ma is folytatódik. Ott még rosszabb, ahol szivattyú telep is van. Oda többet lőnek, hogy megfosszanak minket a víztől. És amíg nem állítják helyre a szolgáltatást, Nikopol lakossága a víz nélkül marad. A regionális szervek dolgoznak a tartós megoldáson. Csöveket raknak, hogy Nikopol csatlakoztassák Zaporizsia vízhálózatához. Remélik, még a tél előtt elkészülnek vele. De menjünk vissza Pokrovszkébe, ahol nincs ilyen terv a falusiak számára. Irina és férje Volodimir a szokásosnál kevesebbet ültettek idén, mert tudták, hogy kevés lesz a víz. De jövőre már többet szeretnének. Irina azt mondja, mióta alig van víz a mederben, a farkasok átjárnak a túloldalról. Talán ez jó az ökoszisztémának, a természetnek, az állatoknak, de nekünk, embereknek, a falu lakóinak biztosan rossz. Senki sem tudja, hogy a gátat újjáépítik-e, vagy engedik, hogy a természet átvegye az uralmat. A falubeliek Irina szerint azt mondják, ha a víztározót nem töltik fel újra, valószínűleg mindannyiuknak el kell menniük a faluból. Franciaországban feszült a politikai légkör. A nyugdíjreform elleni tüntetések, a rendőri erőszak miatti zavargások sok franciában táplálják az elégedetlenséget a politikával szemben. Mindez kedvez a bal- és jobboldali szélsőségeknek, akik újabban polgármestereket kezdtek el támadni. Christian Örglának, a dél-franciaországi Montjoie polgármesterének is fenyegetésekkel kellett szembenéznie.
Christian Urgat Monjoie polgármestere. 7 éves semmi sem fontosabb a számára, mint a dél-franciaországi település vezetése. De az utóbbi időben a hivatal a rémálom lett a számára. Le pochoir, il y a une fouine qui m'indique. Az a mennyét ott állítólag én vagyok. Mindenfelé a faluból nyilak vezetnek a házamhoz. Amikor ezt megláttam, rájöttem, hogy a helyzet a magam és a családom számára igencsak veszélyessé vált. Et là, j'ai pris plus peur pour moi et ma famille. Az ellene folyó kampányt egy gazda kezdte, aki új telephelyet akar itt magának építeni. A gazda azt szeretné, hogy nyissanak meg neki egy korábbi önkormányzati utat. Szerinte a polgármester az elithez tartozó szép lélek, akinek a mezőgazdaságról fogalma sincs. A gazda fent van a YouTube-on, játssza az egyszerű francián, svájci sapkában és kockásinkben, és azt meséli, hogy gyapjas disznókat tenyészt. A férfit Papacito, egy jobboldali populista youtuber támogatja, aki a videókban demonstratíven kiáll a gazda mellett. A youtuber magából kikelve hergel a brit család ellen, amelynek a birtokán keresztül vezet az ominózus út. Mi elsősorban az occitán kisebbséghez tartozunk, és csak azután vagyunk franciák. Az angolok nekünk szabad préda. A vaddisznókat jobban sajnáljuk, mint az angolokat. A régi szorgalmi út átszeli Sinclairét kertjét. Néhány hete a házukat vörös festékkel kenték össze. A polgármester kiáll a brit férfi mellett, aki évek óta itt él. I don't think I have done anything wrong. Nem hiszem, hogy bármi rosszat tettem volna. Ez most nagyon nehéz időszak a számunkra. A stressz miatt én és a feleségem is voltunk kórházban. Természetesen dühös vagyok. Nem érdemlem meg, ami történik. Semmi rosszat nem tettem. I don't deserve what has happened. I have done nothing wrong, as I said. Bár a polgármestert már a festés se tudja igazán megnyugtatni, feladni semmiképp sem szeretné. Ami Monjoie-ban történik, az nem egyedi eset, mondják a szakértők. A franciaországi polgármesterek elleni támadások és fenyegetőzések egyre gyakoribbak. A támadások kevésbé a radikális baloldalról, mint inkább a szélső jobbról jönnek. Dans le cas du maire de Monjoie, on se situe quand même davantage dans une droite très radicale. Ami Monjoie polgármesterét illeti, itt a radikális jobboldali identitáriusokkal van dolgunk. Olyanokkal, akik hisznek a különféle összeesküvés elméletekben, megkérdőjelezik a demokratikusan megválasztott vezetőket, gyengítik őket, destabilizálják a hatalmukat minden szóba jöhető eszközzel. Ilyenek Papacito videói is, amelyek szerinte csak szatirák. Az egyik filmben a készítők brutálisan bántalmazzák a polgármestert, akit plüss állatnak öltöztettek be. Papacito videóinak több százezres a nézettsége. Nyomukban fenyegető e-mailek százai érkeztek a Monjoie-i városházára. A titkárnőt az egész mélyen traumatizálta. Őszintén, ilyet még életemben nem láttam. Voltak már korábban is nézeteltérések, de ez egyszerűen őrület egy ilyen kis falun belül. Többször is megpróbáljuk elérni a gazdát, de interjú kéréseink nem vezetnek eredményre. Igen, tudom, de jelenleg túl sok munkám van. Vahetsz kampánya YouTube-on a polgármester magánéletére is kihat. Felsége azt mondja, még otthon is gyakran fenyegetve érzi magát. Már nem merem meghívni az unokámat, mert esténként hangosan dudálnak az ablakunk alatt. De megértem azt is, amit a férjem mond. Ilyen világot akarsz a gyerekekre és unokákra hagyni? Arról van szó, hogy ki dönt Monjoie-ban, mondja Urgat. Ő, aki a megválasztott polgármester, vagy a jobboldali uszítók. Lengyelországban hamarosan parlamenti választások lesznek, és a női jogok az egyik fő kampánytéma. A liberális ellenzék lazítani szeretné az abortusz törvényeket, és államilag támogatná a mesterséges megtermékenyítést. A vezető kormánypárt, a Jog és Igazságosság pártja ennek az ellenkezőjét képviseli.
A liberális irányítású Wroclawban a város kifizeti a Lombik program árának a felét. Enélkül sokan nem is vállalnák a drága kezelést. Rita szeptember elején született, kíván terhességből. Élénk, szomjas és kíváncsi. És igazi csoda az anyukájának, Agnieszkának. Ez az eleje akkora boldogság. A férjemmel élvezzük ezt a hatalmas örömet, amit Rita születése jelent nekünk. A csoda itt történt, 9 hónappal Rita születése előtt egy in vitro centrumban, ahol mesterséges megtermékenyítéseket végeznek. Ahogy ezt a petesejtet a mikroszkóp alatt megtermékenyíti ez a spermium, úgy lett a kis Rita is. Ahogy sokan mások, Agnieszka és férje is előtte évekig próbálkoztak természetes úton. Az in vitro eljárással is átlagosan csak minden harmadik próbálkozás sikeres. De minden alkalom sok pénzbe kerül. Lengyelországban akár 3000 eurót is elkérnek érte. Az intézetvezető tudja, hogy ez sok fiatal párnak nagyon drága. Az lenne az ideális, ha az eljárást térítenék, mégpedig a teljes összeget, úgy, mint más országokban. A kis Rita esetében legalább a város, Wroclaw segített. Az eljárás nagyon drága, de a város fedezte a költségek felét, ami nagy segítség volt nekünk. Úgy gondolom, hogy ez másoknak is ez lenne, akik nem helyiek, de részt akarnak venni a programban. Ez az egész lengyel társadalomnak segítene, hiszen a lakosság öregszik, a születések száma pedig csökken. Több százezer pár van, akik akaratukon kívül gyermektelenek. A mesterséges megtermékenyítés növelhetné az esélyeiket. 10 évvel ezelőtt már volt ilyen támogatási program fiatal párok számára, de a jobboldali konzervatív kormány megszüntette. Sőt, kormányzati politikusok rendszeresen felszólalnak a mesterséges megtermékenyítés ellen, embertenyésztést emlegetve. A humán tenyészet, azaz az in vitro eljárások támogatása nem a meddőség elleni küzdelem módszere, hanem emberi lények teremtéséről szól. Az állami támogatás hiányát az in vitro centrum is érzi. Nem minden pár engedheti meg magának a kezelést, mondja Robert Gisler, a központ orvosigazgatója. Maguknak kell összeszedni rá a pénzt, főleg a családjuktól kérnek, vagy félretesznek rá valahogyan. Becsléseink szerint sajnos a párok 10-15%-ának anyagi okokból kell lemondaniuk a kezelésről. A liberális vezetésű város, Wroclaw ezt nem akarja elfogadni, és saját forrásból támogatja a kezeléseket. Wroclaw 4 éve finanszírozza az in vitro programot. Korábban a lengyel állam is fizette, de a kormány politikai okokból már nem támogatja a kezelést. Mi viszont meg akarjuk adni az embereknek az esélyt. A mesterséges megtermékenyítés az októberi választások előtt az egyik kampánytéma. A Jog és Igazságosság pártja 2015 óta van hatalmon. A fő ellenlábas, a liberális polgári platform a mesterséges megtermékenyítés támogatásával akar szavazókat szerezni. Ha országosan is hatalomra jutnak, akkor nem csak Wroclawban lehetne segíteni a gyermektelen párokon. Németországban számos ágazatban hiány van a szakképzett munkaerőből. Emiatt a személyzetisek kénytelenek kreatívak lenni. Így van ez a légiközlekedési iparban is, ahol a hamburgi Lufthansa Technik az év végéig 2000 új alkalmazottat venne fel. Ennyi embert Németországban sem könnyű találni. Az üres álláshelyek egy részére tovább dolgozó nyugdíjasokat próbálnak megnyerni, ami mindkét félnek jó üzletet ígér. Michael Apple újra dolgozik, pedig már 2 éve nyugdíjba ment. Munkaadója a Lufthansa Technik kérte meg, hogy térjen vissza, mert kell nekik az olyan szakképzett munkaerő, mint ő. Ez hat mich natürlich auch ein bisschen stolz gemacht, insofern. Mi tagadás, jól esett, hogy még szükség van a tudásomra és szakértelmemre.
Appelnek több mint 40 éves szakmai tapasztalata van. Nem könnyű a helyére a munkakörében embert találni. Ő ellenőrzi ugyanis a hajtóműveket a repülőkön, melyek emberek millióit szállítják nap mint nap. A repedések veszélyesek, mert megsérthetik a motort. Ezért kell ezeket a részeket megjavítani vagy kicserélni. A 67 éves férfinek nem volt nehéz döntés visszajönnie. Ami neki nyugdíjkiegészítés, az a vállalatnak szakképzett munkaerő. A nyugdíjasok segítenek kezelni a munkaerőhiányt. Hamburg fontos ágazati központ. Sokan vannak, akik már dolgoztak a repülőgépiparban, de nem is kell korábbi Lufthansa alkalmazottnak lenni. Örülünk, ha vannak nyugdíjasok, akik hajlandóak nálunk tovább dolgozni. A hamburgi Lufthansa Technik tavaly 511 millió eurós rekordnyereséget ért el, ami 2023-ban várhatóan tovább nő. Decemberig 2000 új szakmunkásra lenne szükség, de nincs elég pályázó, ezért 100 helyre nyugdíjasokat is keresnek. Ez jó lehetőség, hogy ösztönözzük alkalmazottainkat, hogy nyugdíj után is maradjanak nálunk. Mihály Apel 2 évre írt alá. Még nem tudja, mi lesz utána, de elvileg nyitott mindenre. Ha nyugalmat és kalandot is szeretne a nyaralás során, a Paternoster szállodában jó helyen jár. A hotel a tenger közepén van, egy 250 méter hosszú és 120 méter széles szigeten, Svédország nyugati partjainál. Egy régi világító tornyon és a szállodán kívül nincs is itt semmi. Ennivalót a tengerből gyűjthetünk, amely a környező sziklazátonyoknak köszönhetően több száz hajóroncsot is rejt. Ez a szálloda Svédországban mindentől távol, egyenesen a tenger közepén található. Csak motorcsónakkal lehet idejutni. Aki idejön, tudja, mire számíthat. Hamnessier szigetén ugyanis nincs semmi, a szállodán is a hozzátartozó világító tornyon kívül. Lélegzettel állító panoráma és helyi finomságok. Nézzük, milyen egy nap az apró kis szigeten, és hogyan szedi össze a séf a zöldségeket a főzéshez a víz alól. Körülbelül egy órányi útra vagyunk Svédország második legnagyobb városától, Göteborgtól. Ha jó az idő, festői a kilátás Hamnessier szigetéről. Johanna és Jonas Wieberg a bejelentkezés után felmennek a szobájukba. Oda, ahol korábban a világító toronyőre és annak családja lakott. Az itteni épületek műemlékek. Felújítás után is szinte ugyanúgy néznek ki, mint annak idején. Az időjárás szerencsére gyorsan jóra fordul, így könnyebb felfedezni a szigetet. Ez nem tart túl sokáig, hiszen Hamnessier mindössze 250 méter hosszú és 120 méter széles. Mirja Lilja Haksö 2020-ban nyitotta meg a Hotel Paternostert, ahol korábban legfeljebb néhány hajótörött járt, ma 24 vendégnek van hely. Körülbelül 1000 hajóroncs található itt a közelben, ami sokat elmond a partszakasz történetéről. A világító torony a Paternoster, vagyis a mi atyánk nevet kapta, mert a hajók legénységei azon imádkoztak, hogy épségben túljussanak az itteni veszélyes sziklazátonyokon, és folytathassák útjukat Marstrandba és Göteborgba. A világító torony 32 méter magas. Amikor 1868-ban elkészült, mérnöki remekműnek számított. A torony 1977-ig vigyázott a tengerészek biztonságára, utána üzemen kívül helyezték. 5 éves felújítás után most kilátó toronyként funkcionál. A természet, a tenger és a szél alázatra tanítanak. Kicsit fárasztó idáig eljönni, de mindenképpen megérte. Aki szeretne, búvárkodhat Johan Bengtsson séffel. És megkereseti a víz alatt a hozzávalókat az esti menühöz.
A konyhában végül csupa finomság készül. Kezdetnek egy alga alapú előétel. Aztán egy pohár bor mellett végig lehet gondolni az aznapi élményeket. Az időjárás, a sziget, ez az egész hely. Reggel esett, napközben meleg volt, most pedig ez a naplemente a kilátó toronnyal. Varázslatos. Svédország legeldugottabb szállodájában a nap a nyugati part specialitásaival ér véget. Nyugat-afrikai kultúra és angol szabóság. Két világ, amely első pillantásra nem igazán illik össze. Fodály Dumbuya, Sierra Leone-i születésű brit divattervező azonban egyesíti a kettőt. Ruhái a bevándorlásról és az ahhoz kapcsolódó élményekről mesélnek. Saját márkás kreációit világsztárok viselik, de tervez nemzetközi nagy cégeknek is. Tervezte egy bevándorló. Kevés dizájner házalna ezzel. Nem így Fodály Dumbuya, aki feltűnő divat kreálmányain keresztül szerezne több megbecsülést a bevándorlóknak. Szeretem a munkám, amin keresztül történeteket mesélek Londonról, Sierra Leone-ról, és főleg Nyugat-Afrikáról. Minden, amit tanultam, és ami formált engem, ebből a két világból jön. Ezeket keverem egymással. Fodály 12 évesen került Londonba. A szülei kedvéért tanult adatdizájnt, de a divat érdekelte, ezért átképezte magát divattervezőnek. Dolgozott a DKNY-nál és a Nike-nál. 2014-ben alapította a Labrum Londont. Olyan sztárok, mint John Boyega, Samuel L. Jackson, Michael Ward, Idris Elba és Tiny Tempa ma mind Labrumot viselnek. Az Erzsébet királynő díjat a brit dizájnért a Labrum London kapja. 2023. májusában Fodály Dumbuyát maga harmadik Károly tüntette ki. Soha nem volt célom, hogy ilyen díjakat kapjak, de abban a pillanatban tényleg nagyon büszke voltam magamra, és remélem, hogy ez a díj segíthet megváltoztatni azt a perspektívát, ahogyan a hozzám hasonló bevándorlókat látják, és ahogyan az emberek általában az életre tekintenek. Fodály kollekcióit többek között a londoni divat héten mutatják be. Nála a vezérmotívumot a migrációval kapcsolatos történetek, tapasztalatok és vágyak jelentik. Az inspirációt azokból a beszélgetésekből meríti, amelyeket barátaival, családjával és hétköznapi emberekkel folytat. Ezek olyan anyagok, amelyeket mi terveztünk. Néhányan a szüleink történetei láthatók, amikor az első útlevelükkel megérkeztek egy idegen országba. Itt a Mendefej és a Temne maszk története látható. A Temne és a Mende Sierra Leone legrégebbi törzsei, ők pedig anyám és apám, akik a két törzs közötti kapcsolatot ábrázolják. A Labrum London ruhák gyártása 80%-ban Londonban, 20%-ban Portugáliában, Franciaországban és Olaszországban történik. A tervező nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy ruhái eredetét az utolsó cérna szálig vissza lehessen követni. Mi hajlunk afelé, hogy többet osszunk meg a ruháinkról, a gyártási folyamatról, és arról, hogy ezek a darabok milyen nagy odafigyeléssel készülnek. És nem azzal dicsekszünk, hogy mennyire fenntarthatóak vagyunk. Szerintem általában nincs olyan, hogy fenntartható divat. Mi igyekszünk felelősségteljesebbek lenni. Nem gyártunk túl sokat, saját szöveteket tervezünk és fejlesztünk, és csak azt gyártjuk le, amit tényleg kell. Fodály a Sierra Leone-i olimpiai csapatnak is tervezett ruhákat. Együttműködik olyan cégekkel, mint a Guinness és a Converse, és alapított egy jótékonysági szervezetet is Sierra Leone-ban. Szerencsés vagyok, hogy elértem mindezt, de hogyan adhatnék vissza valamit a hazámnak, hogy az ottani emberek is jobban éljenek, mert számomra világos. Ha támogatjuk a fiatalabb generációt, akkor jobb életük lesz. Ez a generáció képes lesz megváltoztatni azt, amit mi nem tudtunk megváltoztatni. Nyugat-afrikai kultúra és brit szabászművészet. Fodály Dumbuya jó példa arra, hogy feltételezett ellentétek is harmonizálhatnak egymással.
Ez volt az Európeo a Deutsche Welle hírmagazinja. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha kíváncsiak, mi van a háttérben, milyen magyar vonatkozásai vannak a műsor riportjainak, és hogy mind dolgoznak még a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének tagjai, akkor kövessék új videópodcastunkat, az Europeo Plus-t a Spirit FM-en. Vagy látogassanak el a DV Magyar Facebook és YouTube oldalára. Vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!